Menjünk végig időrendben, hogy mi történt előtte. Hétfőn kapott az Unióban engedélyt a német-amerikai vakcina. A tagállamokba a belgiumi gyárból vitték ki az oltóanyagot. A Magyarországnak szánt szállítmánnyal kora reggel lépte át az osztrák-magyar határt egy kis teherautó. Egyelőre 9750 adag érkezett, ez fele ennyi, tehát valamivel kevesebb, mint 5000 ember oltására elegendő. Hajnali 6-kor érkezett meg a Magyarországnak szánt első vakcina szállítmány a Hegyeshalmi határátkelőhöz a belgiumi gyárból. Csak az M1 stábja forgatott a helyszínen, tudósítunk élőben is jelentkezett. Begurult az autó ide a Hegyeshalmi határátlépési ponthoz. Itt a rendőrök átvették úgymond a kísérését ennek az autónak, és már is indult tovább Budapestre. Mindössze pár percet állt csak itt meg a parkolóban. A hűtőkocsi ezután az M1-es autópályán haladt Budapestre 90-100 km/órás sebességgel. A szállítmányt két rendőr és két civil autó biztosította. A konvoj röviddel 8 óra előtt érte el Budapest határát, majd a Petőfi hídon kelt át a pesti oldalra végig rendőri kísérettel. Ez pedig már a délpesti Centrum Kórház, ahova 8:45 körül érkeztek meg a vakcinák. A 9750 adag oltóanyagot az emberi erőforrások minisztere vette át. Kásler Miklós azt mondta, a Pfizer-BioNTech vakcina megérkezése a járvány elleni küzdelem egyik legfontosabb lépése. Hangsúlyozta, minden feltétel adott az oltások elkezdéséhez. Hetekkel ezelőtt elkészült az oltási rend, aminek a sorrendjében legelső helyen állnak azok a kollégáink, azok az egészségügyi dolgozók, akik az intenzív osztályokon, illetve a sürgősségi betegellátásban állnak helyt. A délpesti Centrum Kórház dolgozóinak oltása pedig a vakcina megérkezését követően el is kezdődött. Az első oltásokat olyan dolgozók kapták, akik nap mint nap covidos betegeket látnak el. Jó érzés, nagyon vártuk ezt a védőoltást, nem csak saját magunk miatt, hanem a járvány kimenetele szempontjából rendkívül fontosnak tartanám, hogy minél többen legyenek beoltva, és tömeges megbetegedés ne forduljon elő. Az oltás előtt mindenkit tájékoztattak a várható hatásokról, kikérdezték az esetleges betegségeiről, allergiájáról, ezt követte az injekció, majd egy 30 perces megfigyelés az esetleges mellékhatások miatt. Világon semmit nem éreztem, nem csípett, nem szúrt, nem fájt. Semmilyen pillanatnyi, nemhogy rosszul lét, de még egy rossz érzéssel fogott el. Az első oltásokat Szlávik János adta be. Az infektológus főorvos kiemelte, az egészségügyi dolgozók oltásával hatékonyabban vehetjük fel a harcot a járvány ellen, illetve az egészségügy működése is biztosabbá válik. Azokat az embereket meg tudjuk már védeni, akik közvetlenül a koronavírusos betegek ellátásával foglalkoznak. Orvosokat, nővéreket, azokat az embereket, akik a betegekkel közvetlen kontaktusba kerülnek. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az ő védelmük nem csak azért fontos, hogy ők ne betegedjenek meg, hanem hogy igazából a kiesnek a munkából, akkor nagyon nehéz őket pótolni. A vakcinát alig 280 nap alatt fejlesztették ki. 6 hónapig tárolható mínusz 80 fokon, de közvetlenül az oltás beadása előtt már fagypont felett kell tartani, illetve higítani is kell. A tálcáról való kivétel után, hogyha ezt 28 fokról vettem ki, akkor ugye ezt a vakcinát fel kell oldani 1,8 milliliternyi fiziológiai sóoldattal, majd ez a feloldott állapotban ez 5 adagra elegendő, tehát egy ilyen kis üvegcsében 5 adag vakcina található. Az országban kijelölt oltópontokon és oltószobákban naponta mintegy 200 egészségügyi dolgozót oltanak be. A délpesti Centrum Kórház után az oltóanyagokat a katasztrófavédelem segítségével az Országos Pulmonológiai Intézetbe, a Semmelweis Egyetem klinikájára, a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórházba és a debreceni Kenézi Gyula Egyetemi Kórházba szállították. A vakcinát már a világ, illetve Európa több országában használják. Az eddigi eredmények és az elvégzett tesztek is azt mutatják, hogy a német-amerikai oltóanyag hatékony és biztonságos. A mellékhatásai hasonlóak más védőoltásokéhoz. Az oltás veszélytelen, és az oltást követően 95%-ban kialakul a védőhatás, az immunitás, ezért mindenkit, a lakosságot, a kollégákat arra biztatnék, hogy vegyék fel az oltást. Az első vakcina szállítmányt december végéig egy újabb követi, azt még az egészségügyi dolgozók kapják meg. A tervek szerint jövő év elején már azok a készítmények is megérkezhetnek, amelyeket a szociális és rendvédelmi ágazat dolgozói, a krónikus betegek és a lakosság kaphat.